Sziasztok, üdvözlök tépi újabb csodás, fantasztikus streambe, ahol kiégett a lámpám, úgyhogy fény nem lesz. Na, váltsunk át játéknézetre, mert elvileg... Vételit Edem 00383 a járőrtársam Szublimát, addig is megfigyelem a kis raktárt. Ékszer volt 1026-os. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz itt. FPS-en megindgatja. Szerintem az internetem szar egyébként, mert tök jó, elindítom, ugyanúgy a processzor 30%-ig van kiterelve és leesik a picsába. Viszont a netem az akadozik ilyenkor. Én a játékot akkor ugye? Van, az is megy. Jaj, de izgél a kóhátba várakozás. Azaz. Edoktól. Falcon fegyver volt. A legtöbb mi adható. Én már óvos. Ahogy látom, az úr az már abban is van. Van? Na, hát ez ott az ágyom. Igen, igen. Várj, Isten. Junkács 18, előtt egészséget. Előtt egészséget. Előtt egészséget. Elő egészség. Előtt egészséget. Hozzuk mindenből újját. Na, jó. Uram, doktor, én lennék a következő. Rendben. Szép csapat, uram. Hát... Gondolkoztam azon, hogy felvegyek magamnak valami asszisztenst, ezt szaladjáljon ki, hogy kérem a következőt. Jó ötlet, egyébként adnám. Mekkora lesz? Na, én meg beütöttem a buksimat, azt fáj. Hát nagyon, de azért úgy kicsit olyan kellemetlen. Hogy sikerült? Borultam egy motóra, nem nagyon. Aha. De a buksimat egy picit besorultam valahol. Értem. Bukósisak volt? Volt. És csak volt, vagy még megvan? Nem van, de a szolgálatban autónál nem voltam. Hát de nem motor volt? Már régebben volt, csak szolgálatban kellett állnom, mert voltak a kollégák. Bankrablás volt. Értem. Szia, Fanny, drága, elő. Elébb hajtom a hajad. Hát figyelj. Itt nem látok túl sok mindent. Hogy tudok-e valakihez csatlakozni? Pozitív. Doktor úr! Ó, Jézusom! Doktor úr! Merre van a kollega? Doktor úr! 99. Hát, voltak a UFO. Edem 99, 108, 10, 20, nagy raktár, 10, 26. 14. Biztos, hogy bűvésztrük.
érdekes kezdés volt. Ó, oh, a Sandalert! Oh, I'm so testrim végén, Fanny, hogy állítsam be! Várje! Ugye rájövök, hogy az... Ó, az most nem fog menni. Szóljál, légy szíves a stream végén, Fanny, drága! Ne haragudj! The Tag Life! Düdüdüdüm! Köszi, drága! 9-kor megyünk Smogiékkal Redi ornyátozni. Jó, sokan leszünk, lesznek pídisek, meg omegások. Nagyjából, mert nem teljesen igaz, de... Rádió próba. Miért nem működik, uram? Nézzél, mert valaki omkodja. Szerintem a tabletéhez próbál hozzáférni, uram, aztán ügyetlen. Ami nem autót törnek, addig annyira nem probléma, hogy ügyetlenök. Vétel itt RM 99-101-10-98. Igen. Tényleg beváltottad a Steam ajándékkártyát, vagy mi lett a sorsa? Működik, ugye? Azra jelez, léci vissza, hogyha bármi gáz van vele, akkor szóljál. Rád akartam érteni arra, hogy nagyon ilyen korszak van. Csomó projekt egyszerre. Nagy kórháznál ő felbukkant a parkolóba a kék terepjáró. Nagy kórház parkolójánál? Igen, igen. Jelenleg pont ott vagy, hát, a közülésön. De utána mi ennek, vagy mi az Isten? Na, nagyon rendes volt lehet fanni, remélem örülni. Felejtettem a márkáját. Kamacsú. Azaz. Kikresett. Szeptemberben lesz még egy ilyen 25 eurós Steam ajándékkártya sorsolás a szülinapom környékén. Jó a poddoktó! Jó van? Vétel itt 99-101-11-95-öt hajtunk végre a Cyberbál előtt. Kód 4-es a terület. Doktó! 4. Doktor Hú, itt van. Úgy is már meg, bazd meg. Pillanat. Most már mindent. Jó van, Doktor Hú. Renátót is van. Igen, azt éreztem. Jaj, basszus. Na, ahol jártunk, ugye fejfájás volt. Meg, igen. Igen. Nem komoly csaj, picit csajok. Adanában, hogy gyors lakasz megköszönni. Vétel minden egység a korlátot. Úgyhogy azt tudom mondani. Valószínű, hogy valami fronthatás, adok rá fájdalomcsillapítót, és szerintem akkor az úgy meg kell, vagy jónak kell, hogy legyen, mit szól hozzá. Melyik kórház? Szóval se jutott. Főkórház, tőkis kéket, ilyen jó betegemessége volt. 5 kocsi van. 5-5-5. Jó van. És akkor milyen névre számolszatok? 99-101-11-11 vagyok. Hát, gondoltam. Jó, vagy jó, jó. Egyébként Sobri József Dandáltán bónok vagyok, doktó. Rendben, én meg Mark Forrester. Főorvos. Jó, mi van? Ó, de jó. Kérhetnék valakit a CSOS-hez. Szép napokat. Szép napot. Ha ki tudnám kinyitnem. Ja, az jó. De miért nem tudja kinyitni? A néha beragad így a mágnes kártya, nem az? Az mi gond? Te arrébb a kolléga úrod ki hátra akkor. Pillanat, szaladok egyet. Gondolj.
Jó, elvileg, vagy remélhetőleg legalábbis jönni fognak, úgyhogy kiszabadítanak minket. Újra szolgálba helyeznél magát. Ezerszer próbáltam, nem olyan jellegű a probléma. Vétel a kamacsot lefoglalom. Köszönöm. Még egy dolgot megpróbálok. Vétel a övőtek háza. A vezetők is fogyatékos. Ne véleményezünk, kérem szépen. Hú, erre a könyvet lehetne írni. Na. 29, megtaláltuk azt a kékszínűt. Sor van, bocsánat. Igen. Te sorba állsz? Itt parkol konkrétan, ne menjünk be, hát ha elárulja, hogy ő az. Itt van a bönt. Rendben most jó, miért van szót hívtak a kocsihoz? Negatív, most foglaltam el ebbe a pillanatba. Jó. Gondolom úton vannak. És ezek a türkiszkék autók? Cirkuszi felvonulás van itt, vagy mi történt? Azok ott azt hiszik. Ilyen kibaszok velük, várjál. Itt akarnak állni. Na, hogy valami társukat várják. Ezt az lett mondva nekik, hogy izé. Ne álljanak, ezt most nekiálltok parádézni. Nem áll. Merre van? Motor? Kollégák, állják el a utat, mert tudjanak. Küldjék le őket a mélygarázsba, nem teszik meg, akkor igazoltatás és őrizetbevétel. Van nálam szöges, még egyszer visszajönnek, gurítom ki elejük. Arra figyeljünk, a mentősök indulnak, az ő útjukat ne álljuk el. Üdvözlöm, kolléga. Minden rendben? Erőt. Há, minden jó. Jó van. Tábornok úr. Mondja. BMW-t felhozzam esetleg? Itt van a kék kamacsuk tulajdonosa, igazoltassák. Nem kell, lövegyünk érte. Ja, jó van. A jármű le van foglalva, nehogy elengedjék! Fegyvert ne vegyünk elő, legyünk szívesek, jó? Kórháznál vagyunk. Tűha! Nekem is vagy játék hangosabb. Mi? Bocsá. Én vagyok halk. Jó, a játék az elvileg le lett véve. Most jobb. Följebb húztam. Csak nagyon túl voltam vezérelve, azt figyeltem. És azt akartam. Hol a polícia? Ő mi tisztőt? Péter, elhagyhatjuk a kórház helyszínét? Pozitív, szálljon ki, aki kolléga. Igazoltott, azok maradjanak, az ötiek mehetnek. Ez esetben Adam 99108, 1098. Szia, Opti! Hello, hello, hello! Mi a? Olyan FPS vesztésem van, gyerekek, hogy beszarok. Nem értem miért. És a kocsi hátuljával mi történt? Valaki belejött? Ja, a kamacsóval. Nem, a kamacsó nem jött bele. Itt a alsó garázsban még egy egység, nézzem, hogy azok a bohótok legalább normálisan leparkoltak-e. A alsó garázsban nem volt senki. Most jöttünk ki. Yeah.
Jó reggelt, King Stark, jó reggelt. Két konvoj a főpubliknál tart. Déli irányba. 4-4. Nagy a főtös, most a kód 8-5 percre. Szép napot mindenkinek, Volkacsony 10-8, erőt egészséget. Erőt egészséget. Erőt egészséget. Gyürkészkép konvoj a gym felé tart. Egészen. Ja, te nem csináltak semmi olyat, ami miatt kellene őket üldözni, akkor engedjük el őket. Nem üldözöm őket, csak nézem őről, mert nem elég gyanúsan mozognak. 10-4. Négyes szolgálatban sok tudtuma, a gymtől nem messze van a házuk, ott szoktok gyülekezni, legtöbbször ott látom őket. Vettem. Szóval égatja az FPS-em, de most azt kezd nagyon felkúrni. Jó, van tisztában a rádiós kódokkal. Hát 10-4-et tudom, meg a 10-23-at. Meg a 10-8-at, meg a 10-10-et. És így igazából ennyi. Akadémiai anyagokhoz hozzáfér, ugye? Szerintem. Jó, van. Hogyha elveszi a tabletjét, és megnézi a fórumot, ott van egy ilyen, hogy intranet. Ott van a rádiófóni a táblázat. Vögyölő. És használja. Ez a fő feladat a kalétként. Nem az, hogy akcióparancsok lőjön. Jó, azt nem én akartam az akcióparancsokot. Jó, vegye elő a táblát és kezdje el tanulmányozni. Rendben. Köszönöm. Ja, fasz, teleportáltad az a kocsi. Adam 99108, 10-20, nagy raktár, 26. 14. Nem tudom, hogy Magyarországon ezt hogy mondják. Azt tudja, Magyarországi rendőrség nagyon fura a kifejezése, édesapám idegsebész, és egy pár rendőrségi jegyzőkönyvet nyilván kellett írnia. És mert nem lehet ilyet használni, hogy retina, hanem szemkukucskárójuk. Itt Adam, 319, 10-20 cím, 10-26. 10-20 mi volt? Önnézést, 10-9-et kérek. Korilla cím. Tíznél közel. Úgy van főtös, hogy össze kogyóz vége. Éljen, éljen. Jó rendőr. El fogom léttetni, nem érdekel. A földözső mester, a szolgáltatásokat keresem. Vita.
Uram, akkor nem maradjak ti a egységbe, akkor mindenképpen csatlakozok egy egységhez. Pozitív. Itt élt az olyat, csak mivel sokan lettünk hirtelen, kérjük egy gyülekezőt a 990 kapitányságon. Ők találta a nyugokat, kolléga. Nem nagyon, pedig próbálkozok minden erőmmel. Intro nyert. 908, 1019, 99-es kapitányság. Nem kérdezik, ez jó szó, 4-10-19, 99-es kapitányság. Kérdezik, nem elkezd volna jönni, ha mindegy. Tízni. Ezt hogy basztam így el ennyire? Ja, egy előbb kellett volna balra fordulni. Mindegy. Csillag, ezt mondta nálunk út ellenőr, aki, ja, rendőr, aha. Hát az tényleg kell lenni fog. És mondjunk el. Esetleg szeretne valaki átvenni a szolgálatparancsnokságot? Várjuk meg, még hányan leszünk. Ó, anya Romeo! Romeo vizsga. Akkor már nem vagyunk olyan sokan. Kettes frekvencián lesznek ők. Ben még van egy kolléga, még jön. Na, egy Harley, jól látom. Járni van, mint Csema. Igen, azzal jött át, szerintem. Úgy tudta, azt nem használjuk. Erőt egészséget. Erőt menjünk közelebb egy kicsit, szerintem. Hát Dani, 5 darab őrmester, egy főtörzs őrmester, mert még mi. Úgyhogy jó osztogatást. Jó. Csináljuk Dani, ahogy csináltuk, amikor összétosztottuk őket. Először az emeljük fel az akadémisták a kezüket. Akadémisták között fő. Tehát Holmes Csamár, Rogers Mateo és Wolf András kivételével mindenki más tegye fel a kezét, akkor Horváth Kevin, Taylor Daniel és Lakatos Csaba, úgy. Attól, hogy a jelvényen nem szerepel, jó, attól, hogy a jelvényen nem szerepel az akadémista, attól még jó. Az a beosztás. Tudom. Rendben, én viszem, ezt magamhoz veszek. Igen, és megvárjuk még a... És van még egy... Csabával eddig erőztük, akkor én vállalnám őt, hogyha megoldható. Illetve nekem, ha lehet egy különleges kérés, még folytatnám Matteo kollégába. Először szétosztom, aztán meglátjuk, hogy lesz. Csaba, álljon mögém. Igen. Jó, letehetve a kezük. Renato, választhat ön is. Hát,
De nem lesz a maradék. Rendben, akkor Kevin jön hozzám. És a... még egy akadémista jön. Rendben, akkor... Jamal viszed... Wolf Andrást. És a két önmester megy. Az vezető nagyja. Jó. Rendben. 15 percet kint kérnék. Aztán próbáljuk minél többet igazolni, stb. Hogy érzik, hogy élünk a városban mi is. Rendben. Oszolj. Jó szervezést. Renato, vágj egy pihatra, kérem. Igen. Tudom beszélni. Aztán nekem? Persze. Jamal szeretném ő léptetése előtörj ösztöni. Jó. Evo mint tíz papír munka. Nagyon jó végzi a szolgálatát. Most, amíg itt voltunk kövösen, jó csinálta. Én mindig meg vagyok fölő léged. Vannak néha túlkapásai, de őszinte leszek, hogyha most a túlkapásokat az elkezdem nézni, van. Fél állomány már nem lenne röndő. Hát igen. Vagy ezetes rang nem lenne nálunk. Valószínűleg megnézem, hogy hányan vannak vele egy rendfokozatba, meg a zászlósba is. 0-0-ás, ugye? Igen. De jó 0-0-ás. Ugye nem tudok nagyon csinálni semmit, de szerintem fogják engedni 0-0-án. Ilyen őtől jöztem, aztán majd... Mert egy darab zászlós van, és ő is előléptetésre vár, és fog kelleni nekik zászlós, úgyhogy... Jó, hát szerintem is amúgy jól lesz a dolgát, meg... közkedvelt is, itt az állományon belül, úgyhogy nem lesz gond vele. Nagyon sokan mondta, hogy nem tisztelttudó, ölöm mindig tisztelttudó volt. De azért, mert én is megadom a tiszteltet, meg a kell, akkor tekintét. Úgyhogy te is ilyen vagy, úgyhogy szerintem egyetértünk, hogy ő mögött én. Jó, akkor előtörjöztem. Sobri József keresi Jamalt. Rádión uram. Jamal, kérem, jön vissza egy kicsit a 99-ről. Parancs uram. Akkor már is vissza vagyunk, 0-0-ásról indulunk. Köszönöm. Sajnos én nem tudom előléptetni, nem 99-es. Én se tudom, csak elmondom neki, hogy miket várok el tőle, hogyha én őtörjöztem, de ha nem tartja be, amit most kérek tőle, akkor abban a pillanatban vissza megy őmöstörbe. Előterjesztés, az kell nekem. És, á, kurva nyed. 00 hashtag. A belép balkolások. Nem ő vezetett. Parancs uram. Jamal, beszélünk. De elsősorban lenne egy kérdésem, ki vezetett? Hogy már most? Ki vezette, igen, az autót. Hát most jelenleg András, csak el akadunk menni a 0-0-ás kapitányságra, hogy ott átszálljunk egy másik járműbe, minél gyorsabban, ahogy lemaradjunk itt a... Na mindjárt nem lesz miről beszélni. Őrmestert ne engedjünk vezetni, könyörgöm. Ne kelljen 20-szor elmondani naponta. Nem szabad csak engedni. Csak addig akartam, uram, jó, hogy a 0-0-ásra eljuss. Oké, rendben, nem gond. Csak figyelj oda, mert elég nagy baj volt ott belőle. Igen, most én engedélyeztem az állománynak, hogy bizonyos felállásabban őmestő vezethetett. Ott két jó, nem akadémista, akik együtt mehettek, akadémistákat nem magasabb rangúakkal vittünk. De Jamal tényleg... Na, ide féljen Jamal. Amiről beszélni fogunk. Én személy szerint nagyon meg vagyok elégedve a munkájával. Nyilván látom a fölkötő pontokat, meg a hibáit, amin kérem kezdjen el dolgozni. Kicsit legyen visszafogottabb, tanuljon meg 10-ig őszámolni, én föl fogom magát törjözteni zászlósi rangba, ami viszont már egy tiszti rang, vagy a tiszt technia alap. Tehát ön onnantól kezdve vezető lesz. Tekintélyszemé, és amit maga csinál, azt utánozni fogja. Érti? Parancs uram, akkor jó dolga lesz az állománynak. Jó van, Jamal, de egyetlen egy olyan fasságot csinál, amire ugrok, akkor visszabasszom magát akadémiára 30 óra is. Megértötte?
Tényleg figyelni kell majd. Tényleg figyelni kell, mert példamutató munkát kell majd csinálni zászlóstól. Mert zászlósban hatalmas felelősség van az emberen. Így egy engedsz hadnagy, egy kukkas autóbusz kitát, egy civil. Őszinte leszek. Nem kell félni tőle, normálisan kell végezni a munkát, és nem lesz gond. És mélyen tudja elpahódkodni, amikor komolynak kell lenni, akkor komoly lesz, és kész. De az szent kolléga volt. Ilyen egyszerű. Értem, egy pillanat. Redőről csak azok. Nos, volt egy, volt egyszer egy Zegdevisz vezőr nagyunk, ugye bár, Isten nyugasztalja, amikor még állomány részese volt, akkor azt hiszem volt egy szitu, igen, megkért egy szívességre, elvileg előtte eljöttett engem nyomozati alosztályba, érdeklődnék, hogy igazából a nyomozati alosztály az milyen rangtól érhető-e? Egyáltalán 0-0-es vagyok, még ennyi megjegyzésem van, vagy megjegyzése volt. Úgy tudom, zászlóstó. Zászlós. Ja, kurva jó. Jó. Na, szuper. Nem tudom, hogy hányan vannak a nyomozatiba. Ha jól tudom, akkor nyomozati osztályban 5 a limit, ami lehet. És jelenleg vannak... 0-0-ról... 1... Igen, 99-ről... 2... És itt vége. Hát, jó, sokan. Az mondjuk, hogy nem gondoltuk ott, hogy Csámát egy másik helyre tegyük. Miért neked van közöd? Belsőbe? Éva, nem akartam kivondani, de ha kivondtad, akkor belsőbe. Hát... Ez a belső. Ami nem a külső. Ja, hát jó, rendben logika. Csáma, vezető lesz, kezdjen meghűlni. Ne, hát igen. Kérti, hogy most azt hittem, hogy belső belül volt valami fogalom. Belső emberezés. Ellenőrzés, Jamal. Ellenőrzés? Nem nagyon szeretnék. Azt sem tudom, mi az. Ellenőrzés. Nem vagyok ellenőr. Nyomozati osztály, csak mi a belső kihágásokat figyeljük, ami ugyanolyan fontos, mint a külső, a pedig elég tökintély ember, meg elég határozott ahhoz, hogy ezeket közölni tudja. Mi tisztek, ezt tudnia is kell. Én javaslatot fogok tenni Sullivan David altábornagynak, hogy ha itt jó végezni a dolgát, és Renát úgy döntött bőveszi, akkor vegyék át nyomozatiba. Persze, hogyha nem szeretné vállalni, akkor nem tudom, hogy fog nyomozatiba kerül, meg hány év van még ott. De elmondom, ha belsőbe akar jönni, akkor ilyen közelről fogom nézni a munkáját, így. Ilyen közelről. Hogyha pedig nem leszek belsős, akkor pedig ugyanúgy maradhatok. Ha már igazából, hogyha már ott járunk, hogy mondhatni, köszönöm szépen, hogy Csabát előterjesztik, akkor viszont úgy igazából adja magát, hogy akkor elkérdezek, hogy akkor mik a negatívumok. Ugye mondta uram, hogy volt pár fekete pont is, de hát jó tudni arról, hogyha az ember akar róla tőle javítani, vagy róla javítani. Így van. Túlkapások, hirtelenség, néha egy kicsit túlzottan agresszívnak érzem. Nem kommunikálja le elég sokszor a dolgokat. Érti, mire gondolok. Én azt figyeltem, hogy hallottam olyat, hogy nem adja meg mindenkinek a tiszteletet. Tudom, hogy nehéz, de a rendfokozatot tisztőnik ő. Tehát ha ön fölötte, akkor udvariasabb kül lönni. Illetve, ezt akartam mondani, tehát ezzel szerintem egy Javánra nem volt gond, viszont megfelelő köménységet is meg kell találni, amikor valaki nem csinálja a munkáját. Emellett szintén nagyon fontos az, hogy irányítani kül. De nyilván egy ola ezredest nem ordítson túl, ne kerüljön konfliktus abba. Szerintem nagyjából ennyi. Az ja. Más, hogyha esetleg nem ért egyet, mit egy felettestek a úgymond a parancsával, hogy nem ért egyet, és az kultúrát rá tud mondani, akkor higgy el, az be fogják fogadni, ha olyan, hogy meg lehet fogadni. De azt hívás mondja, hogy hát ez fasság, Jamal nem ért vele egyet, akkor nem fogja. Hát ilyet sosem. Ezért mondom, hogy zászlósban, hát csak példát mondok. Mindig csak megkérdezem, hogy ez van parancsa. Hát arra is volt már alkalom, amikor túl sokszor, de az még elfelejthető. Hát mivel, hogy általában ez is attól függ, hogy ki, lőjünk a kerékre, rögnál. Ne lőjünk. Ó, de lőjünk már a kerékre, ne lőjünk, Jamal. De biztos ne lőjünk. Tehát, voltak ilyenek. Ilyen sose volt. Én biztos, hogy nem volt. Ez már most mondom magának, hogy garantálom, hogy ilyen nem volt. Na, ne vitatkozzon, Jamal. Én vezőr, hogy látja, az, ilyen volt, ez így volt. Nem azt mondom, hogy ez ilyen volt, így volt, amikor Benji lehűrögte, arra már csak emlékszik, nem? Hogy ne uram, hát hogyha igazából nem lettük volna a rádión, akkor nem is lett volna ott a vége. Na jó, látja, azt én végeztem jól a dolgomat, mert már Benji nem a része az állománynak, én viszont még mindig itt vagyok, oszlopos tagja. Erre ne térjünk ki.
Szörint hát oszlopos többső. Tag. Oszlopos tag is lehetne, hogyha ez befejezi ezt a mentalitást. Tehát pont az ilyen kifejezésekre figyeljünk oda, mert tényleg könnyű elesni. És nem véleményezzünk rádió, se elkövetőket, se senkit, nincsen patkányok, bohócokat is azért magunk. Minimalizáljuk, elkövető. Illetve olyan szépen kép kollégák, még egyszer aki kimondja, hogy 10 darab túsz, én esküszöm a helyben lövöm magam főbe. Milyen 10 darab túsz? 10 darab túsz. Én szokták mondani az állományban, amikor banrablása, hány túsz van be, 10 darab, nem 10 fő. Hát nagyon ugrok, csak nem szoktam szólteni. Ja, értem. Hát akkor elnézést tudom, rosszabbet keresni, sose elmondtam azt, hogy hány túsz van, meg ilyenek. Én általában mindig elkövetővel kezdem, utána pedig, hogy milyen járművek. Azt, hogy mennyi túsz van bent, hány ember, ugyebár, azokat sose tudom. Globálisan mondom, állomány szintén. Ja, értem. Csabán, tanulj meg figyelni! Hát figyelek én, uram. Mindegy, nem legyen magára, mert... Éva. Na mindegy, előtörjöztöttem, úgyhogy innentől kezdve vagy dönt a vezetősége. De én meg vagyok elégedve a munkájába. Köszönöm, uram. Meg az agresszióra lettem volna még kíváncsi, elnézést még abban kérdeztem. Nem, nem az a szószoros agresszió, nem az a szószoros agresszió, de van, amikor kicsikét így indulatosabban mondja ki azt, amit kimond. Ja, hát hogyha lövöldözés van meg ilyenek, akkor az lehet. Én is szoktam ordítani, mint tegnap is, amikor beordítottam a rádióba, hogyha félpőcömbe nem indul el mindenki, akkor olyan komolyan tisztítogatni fogok a állományba. Mentünk, jöttek utánunk a pirosak, lerádiózom, Sullivan David altából nagy 4 pánik gombot küldött, majd berádiózzák, hogy ők fölvételiztettek, nem indulnak. Hát mondom, a jó kurva anyátok, ott nem indultok. Na, agresszió volt, de ott azért tényleg értető volt. Volt nagy lövődözés, mert minden. Mi? Pirosba raktuk, akik jöttek utánunk, de hát ez van. Te borom, hát jelenleg, hogyha... Szia Tony, hello, hello. Ilyen van, hogy agresszív, hát most arról nem... Sok mindent nem tudok tenni, ez a szó az állapot. Az emberrel jön. Mondtam, számoljon ő 10-ig. Ha úgy érzi, hogy fölmegy önbe a pumpa, akkor azt mondja, 10-9, 8-7-6, bum. Jó? Ha nullán is úgy érzi, hogy lőni kell, akkor ő leszarom. Akkor majd megvizsgálja a bőső ellenőrzés, a jogos volt ő. Jó van. Értem, uram, mit fogok tenni? Té van lezárva, leléped, Jamal. Köszönöm, uram, akkor megkeresem a kollégát. Én is megyek az enyémekkel. Én is az enyémmel. Jöjjön, kolléga. Áú. Nos, téged betettelek meg a kirúgást, nem úgy viccelek. Jamal! Vétel, Renato, szolgálatpanasok, taktót, Jánosnak átadtam a egyik körmester kollégát, aki velem lett volna, egy járőrgöm. 10-4, köszönöm. Uram. Mondja. El tudunk ugrani egy boltba? Boltba? Mikor a boltba? Igen. 99, szomjazok nagyon. Hát vegyek ki a haktába. Mondja, én is éhes vagyok. Alfa 99, 111, 1098. Mi a helyzet, srácok? Hogy vagytok? Felbassz az FPS nagyon durván. Már levettem a grafikát is. Processzor nem pörög, GPU nem pörög. Most vagy a netem szar, vagy nem tudom. Nem ide, hülye vagyok. Nem szarakodok. Kocsiban egy berakom csomagtartóba. Mi való is kell? 5. Ó, üljön ki, táplál a lékot. De jó, jó hot dog. Imádom. Olyan dagad lezető, mint a állat. Au. Nagyon süt a nap. Ja. Üdv magához táplálékot? Köszönjük, uram. Magához táplálékot, meg folyadékot? Nem tudok hozzáférni a széfhez, vagy a tárolóhoz, uram. Nem tud hozzáférni. Nem engedi. Magam az artizomzattal, de... Van nullanullás. A pillanat mindjárt adok magának. 99-35-4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 5
14. Mit tanulom, hogy egy járművet szeretnék menni, ami
Lehetőleg legkevésbé van a városban most jelenleg, mármint hogy egységben. Nem tudom, milyen jelművel vannak kint a járvizet egységek. Köszönöm szépen. Védéte szolgált parancsnok, mindenki egységtől szeretnék egy jelentés, milyen kocsival vagyunk kint. Mr. Alfa 9911 Audi. Edem 9935 Dodge. Edem 9984 BMW M5. 14, mi Tahoe-ba vagyunk, akkor hozzanak ki egy Tahoe-t. 14-es uram, 0-0-ásra fogunk indulni 3 percen belül. 14. Alfa 9911 bányász, 10-20 bányász, 5-5-10-20. Kacsa. 14. Mert a Alfa 9911 engedélyt szeretnénk kérni szolgálatparancsoktól járőrt végül a Szendibe és Paletóba. Vétel megkapják. Óvatosan, vételig. Tízes, köszönjük. Kettő elfér... egy. Kocsiba is van ezzel. Edem 00229-10-98. 14. Mi a faszolatnak semmi? Nincs kettő ruhák, ezt most levesszük. Egy hülyén néz ki. Csak kocsi érke! Mert majd a csekk, hogy jön. Nem, már ezt is alternatívan fogom ki. Ez a főszerűség, mert van a kocsiba. Oké, pedom csillapító, lámpa, rádió, telefon, MP5 is itt van róla. Elnézés, szálljon ki kolléga. Zsúlyan előzőre meg régi kuk, így nyitni a ajtót. Betöltöd a rádiós táblázatokat? Tanulgatom közben. Akkor rádiózom, kérem. Rendben. Adams 99, 084. 1098. 1098. Maga mit mondott? 14. Hogy elkezdtük a járőrt. Tökéletes. Menjünk a főpublikhoz, rádiózom, kérem. Adams 99. 084, főpublikhoz megy. 10.45. 10.45. Jó. Tanulja. Tanulom. Mi mondta, hogy a 10-től töröm? Edem 229, 10.18-as. Mit mondott a kolléga? Fordítson. 10.45. Húha. Erőt egészséget. Egészség. Rádiózza be, elmegyünk megnézni ékszer bótot, tehát hogy oda megyünk. Akkor azt mondom, hogy Edem 99 084. Nézze a táblázatot, tabletjé. Nézze mi? Na jöjjön be, kolléga. Igen. Edem 99, 35, 10, 98. Tízni. Ő mondta. Nem jelenül jut az eszéből.
már belőle rádiózó, csak nekem mondja. LM 9984, 1020 Ékszerbót, 1026. 14, köszönöm. Hányan vannak? Most látom szolgálatban 99-es kapitányságon vége. Emélkülni. 14-es. Elem 9984, 1019, 99-es kapitányság. 14. Az FPS droppok egyre rosszabb. Nem értem, mi van. Tényleg értem. Igen, nincs. Nem tudom. Videó, nem nézem. Nem szarakod akkor. A játék az élvezetes. Az a lényeg. Ezen 99, 1011, 1026, 14. Mi? Elnézést. De jön ez a GPS-t. Kicsit gyorsulunk, alé vezem ezt a jó kis BMW-t. Itt kurvára remélem ezt a BMW-t. Ez a kedvencem az állományi autó közül. A Isten verjen meg! Erre nem jöttem rá még mindig, hogy ez mitől van. Hát, pisol olyan sok tófű, hogy néz éppen a utat. Jó erősen nézi, hogy ő töri. Itt a 319-1020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 
rádiózzon ön, és utána nem rádióban mindig indokolja meg, hogy mit miért rádiózik, jó? Rendben van, értettem. Köszönöm, Kadir maga megfigyelje, meg ki fogjuk kérdezni. Értem, olyan kérdésem Kadirt, hogy 10-10 naplót tudja micsoda? Nem nagyon. Amikor fővetél, nem kapott egy levelet az én aláírásommal? Nem. Egy pillanat türelmet. Hogy elmondhatom neki, hogy mi ez, uram? Igen, kérem szépen, addig tájékozom. Tehát az arról szól, Kadir, hogy a nap végén, amikor leadja a szolgáltót, beül a szállítani felé, és kitölti ezt a napot, kitölti a navét, jelvén számát, és kitölti az aznapi cselekményt, hogy mit tölti. De, igen, megvan, most már beugrott, igen. Igen. Na, akkor mondja, majd bebasztam a teljes át itt a tabletem. 10-4. Ó, figyelje oda, jó Kadét, rendőr, megfigyelés a legfontosabb. Imádom ezt az autót. Még egyszer, uram. Imádom ezt az autót, a legjobb. Ja. Mit értem, igen. 0319-1999-es kapitányság. Hol nagy a csönd? Az előbb, amikor vártam önöket, akkor mentott egy siány, meg előtte egy motoros, mintha üldözték volna egymást. Novemba. Van itt, mi autó van tőtte? Egy siány. De kit üldözött? Boldogos? Motoros. Elél, és a siány ment utána. Tehát hol baláltok, azt siettök együtt valamit szóval napra. Nem úgy tűnt, de legyen úgy, legyen igazolva. Jó, nem volt túl hangos, ahogy beszélök. Szóljak, ha igen, vagy túlhag. Rendben van, nekem pont tökéletes. Jó van, köszönöm. Akkor nem kell hangosabban beszélnöm, meg halkabban se nem bátja a fülünket az a hangszín. Nem. Szia, Ibor. Tökéletes.
Egy borr. Elmegyünk a hajkóházat, önnézzük, nem vannak-e ott a tilosba parkó. Edem és 84. Ha ez lenne a kérdés. Jó, és akkor... Hogy nem értettem az előbb. Edem és 84, hogy a kérdés lett volna. Értem. Ez így rendben van, ezt tiszta sor. Elérhetjük, hogy a kérdés. Bár ha jól tudom, nem és ott még fölött. Igen, éppen gondolom. Ha vannak elegen, akkor mehet ki a felhívás, aztán ha jön egy SMS fegyverengedélyre, akkor meg lehet jelentkezni rá. Mármint, hogy valaki elvállalja. Lényegy, akkor kiteszem. A kóház tiszta. Nem, ez volt a CMK, ugye? Nem, ez a CSOS. CSOS, jó. Edem 99-84-10-20-CSOS-10-26 vége. Ugye itt azt történt, hogy ő bemondta a legmagasabb rangú jelvényszámát, ugye Edem 99, ugye a kapitánysával vagyunk, a legmagasabb rangú vannak a jelvényszámát, ugye itt az altában jövő azért mondta a 84-es, mert az övé az, és bemondtam a 10-20, bocsánat, ne haragudjon uram, nem akartam bocsánat, esetni. Bocsánat, kérdés, ha altában hogy lennék, akkor hogy mondta volna ezt akademista? Akademistát kérdem elő. Bocsánat. Húha. Őmöstő? Akkor viszont a mi megszólításunk lett volna, alfa lett volna. Így van. Mit jön tőle, Edem? Edem az a járőröző. Mit jön a Sierra? A motoros egység, akkor az alfa az miben más, mint az Edem? Fuha. Ó, mert vezékonyi tiszt van. Jövöm. Na, folytassa ő is tökélem. Tehát ugye elmondtam ugye az egységet, tehát ugye hogy a kapitányságot onnan vagyunk, a jelvényszámot a 10-20 az az épp a pozíció. Az adott pozíción vagyunk, ugye bemondtam, hogy a kórház, és hogy 10-26, tehát tiszta a kórház területe. Igen. Ebből csak a 10-20 volt új. Ugye ezt azért szoktuk mondani, bocsánat. Tankolni, kérem rádiózza bő. Mondja, bocsánat, próbálj meg elmondani a akademista utána nekünk, utána rádiózza csak bő, kérem, jó? No. Ő mester, vegy át a rádiót, a oktatunk akcióban. Akarsz, hogy tankolni megyünk, úgyis. Hát nyilván, mert kövek kifolyó benzin. Így van. 10-4 Edem 99-87, 10-17 vége. Túl meleg, Daniel, mert a GPU 50 fok, 56 fok. Direkt monitorozom. A CPU 50. Meleg sincs. Nem értem. Én is erre gondoltam, hogy biztos túl meleg. Nem melegszik túl. Vége, ha jól kötikben nem, akkor kékek. Pozitív. Világos vagy sötét kékök. Sötét. De mi intelligenciára kérdeztem ruhaszínről, remélem arra mondta. Bocs, azt nem tudtam kijönni. E volt a őmeste a... Jelentem, igen, elfogadtam.
Köszönöm. Lájjabban köszönöm. Méteris Renától köz a Sullivan Dade altából egy sírt nekem egy SMS-t, a pirosok is készülnek valamire, mert nagyon rabolják az embereket a főpublikban. 11, minél előtt fogadjuk el a csipogot. Ja, ötös bank, megint? Igen, hát szeretik azt a bankot, könnyen mennek autópályára. Akadémista Ezső feladat, ne lejje útba. Jó van. Milyen járművek vannak kint a bankon? Egy terep és egy sport. Uram, egy órá vezet, ugye ez a fölállás volt, nem? Pozitív, csak egy kamacsó. Nézni? Jó van. Figyeljünk oda. Jó, ki elkövessen. Profig, jelentkezzen túsztárgyalónak. Én jelentkezek túsztárgyalónak. Két időt a szóját, parancs. Akcióparancsnokat. Parafélix jelentkezik túsztárgyalónak. Igen, ez lett volna a következő mondatom. Jó estét kívánok, kollégák. Jó szolgálatot. Jó szolgálatot. Erőt, Sheldon. Érdeklődnék, hogy van olyan kollega, aki mellém beosztható. Olyan pénz nyugodtan, hogy beosztható lesz, csak miért túlszak. Itt van. Három fűsettségünk. Pozitív, az enyém kasz, parafélixbe tud állni Sheldonhoz. Tíz, majd az egyen átudom. Ilyen ötös bankrablásnál vagyunk Sheldon. Ide jön, kérem. Jövök nyugati vagy keleti oldal? Keleti. 14-es, jövök. Audival megfelel? Itt már három sportkocsink van kint, és egy terep feljöjjön. 14-es, visszafordulok váltani. Na, Shadow azt mondta, hogy játszik. Viszont akkor voltak-e az autóba, vagy a másodba majd? Itt lehetetek valaki akciót másra. Másikba kéne majd. Bella, nem. 14 megkapja, magája szól. Kérem azon egységvezetők nevét, akik ott vannak, és hogy milyen gépjárművel vannak ott. Kérek illetve olyan információt, hogy milyen gépjárművek vannak a helyszínen az elkövető részéről. Sobri József dandártábornok, egy BMW M5-tel, egy Porsche-t látok, meg egy terep gépjárművet, hogy nem tudok azonosítani. Vétel, itt Renato, minden kolléga, akinél van nagy kaliber, az készítse elő, vezérkari parancs. Ugyanis feltételezhetjük, hogy a pirosok itt vannak a környéken és várnak vagy ránk, vagy az elkövetőkre. Amint az állapítják akkor a vezérőr nagyot, cselekedjenek. Uram. Így. Jó, további egységek milyen autóval vannak? Itt egy Denimens 6 nagy, egy Tahoe-val vagyunk kint. Tóth János, törzászlós, Dodge típusú. Köszönöm. Még valaki? Negatív 4 egységünk van, bocsánat. Rendben, ebben az esetben kérnék szépen egy túsztárgyalót, valamint egy felhíváskezelőt, habár szerintem az utóbbi az már megvan. Vétel a túsztárgyalást parafélszállal a mérmesterként. Van róla papírja, hogy csinálhatja? Negatív. Vizsgálja lesz. Rendben, akkor ebben az esetben engedélyezem, megkérném Sobri József dandártábornokot, hogy akkor felügyelje az esetet. Köszönöm. Tényleg. Vétel autópark környéken vannak a pirosok. Vétel túlszágyon lepakolt végig. Jó, kérnék szépen akkor egy kísérést a kapuig. Vétel megkérném. Én
szinte megkérném Lakatos Csabát, Horváth Kevint és Sobri Józsefet, hogy fogadják el a csapagót. Köszönöm. Megfogadtuk. Fogadtuk, fogadja el kolléga. Rendben. Nem tudom, én mutatja, hogy nem fogadtuk el. Én se. Vétel. Túlszárgyalónak. Sobri József fogja felügyelni a kéréseket, illetve annak valódi értelmességét. Jó, ön dönt, ebben ellenben Sobri József fogja ezt felülbírálni, amennyiben ez nem megvalósítható. Rendben? Izé, arra Félix, ő mester, az a kérésem, mondja mi a kérés, és hogy dönt, és adjon időt rá, hogy meg tudjam vétózni, hogyha olyan van, ami esetleg nem elfogadható. Rendben? 14-es. Köszönöm. Vétel közben a megfigyelőink elhagyták az autóparkot, itt lesznek még mindig a környéken. Egyik kolléga majd figyeli őket. Vétel, itt a túlsztárgyaló. Kettő darab túlszok van, a túlszok az... Tűzokkal minden rendben van vége. 10-22 az elsítés kérés. Rendben, amíg tart az első kérésnek a lebeszélése bent, addig elmondanám, hogy ki mit csinál és hogy ki mit követ, jó? Sportautóra a következő sorrendben fognak menni a gépjárművek. Audival megy előre Carderel Renato, a sportgépjárműre őt követi a két Porsche, a két BMW, Sobri József, valamint a másik kollégának az egysége. Ez lesz az üldözési sorrend, ettől eltérni tilos, abban az esetben lehet, hogyha valaki hibázik, jó? Köszönöm. A sport a terepgépjárművet üldözi majd az én egységem, valamint a másik Tahoe egység, Danny Williams egysége. Ebben az esetben a lead Danny Williams-ék lesznek, én leszek utánuk a második. Van esetleg kérdés? Szuper, akkor mindenki tudja a dolgát. Jó, figyeljünk körbe, nézzük a környéket, köszönöm. És rádiócsendet kérnék. Péter, itt a túlsztárgyaló. Itt az urak azt szeretnék két túlszér, hogy a bankok évet jobb oldalt szeretnék, szabad utat. Vége, Sobri József, véleményt kérnék? Ezt a rádiózabb, hogy véleményt kér. Két túlszért ez sovány, fél utat fel tudunk szabadítani. Hogy dönt túlsztárgyaló? Vétel, én ezt elfogadom, és az urak is elfogadták a fél szabad utat, vége. Pontosan csak kérem, melyik fél szabad utat szabadítsuk föl félig? Vétel, a bangok kijövet jobb oldalt, a jobb oldali részt kérnék, vége. Jó, kérjük az első túlzt, hogy elkezdjük a akciót. Aztán előre kiküldjük balra, bankok jövet balra vége. Vétel, indul a túsz. Vétel, némi változás történt a sportautó üldözésénél. Sobri József maga üldözi, ön lesz a lead sportautónál. Őt követi majd a Dodge, és az utolsó lesz Cardenal Renato vezérőr nagy. Audia, jó? Rendben. Hanyadikok leszünk még, mert pont nem voltam el, túlszal voltam elfoglalva. Én összek az első, ön lesz a második. Rendben. Pillanat, fennforgás van. Tósztész 26.
csinált ez az oszlop? Mit csinál ez az oszlop? Jézusom. Vétel, kiment az első plusz, akkor át tudunk állni jobb oldalról, jobb oldalról egy részről vége. Akcióparancsnok úr? Vételem, bocsánat, ismételje meg kérem. Vétel, kiment az első plusz, a jobb oldalról, tehát a bambuk jövett jobb oldalról, a jobb oldali feléről elszabadulatot szeretnék kérni, és akkor utána a másik pluszt is kiengedem vége. Tehát teljes szabad utat kért ide jobb oldalra az elkövető, ugye? A jobb oldali részre kért szabad utat, teljes szabad utat. Jobbról kijövet, és csak a fél utat kell, fél útról kell ellállni, igen. Rendben, akkor elkezdjük akkor a felszedését. 14-es, annyi lenne, hogy én akkor az itt bent lévő túszt átvizsgálnám vége. Légy megadom. 14-es. Üljön be a kocsiba. Ne üljön be, készülj fel, mindjárt ülünk. Jól mondtam, túlsztál, hogy 10-26? Jól mondta. Dani, várj egy kicsit. De várjunk, most figyeljünk. Történik. Sportautó vagy motor köröz itt a környékön. Vételét a túszt átgyalog, az itt menti túszt 10-26-os vége. Vélet a Audival is álljunk át? Titív. Berakom ezt a hátsó ülésre. Jó, a kérést teljesítettük. Érdeklődnék, hogy áll a túszáz átvizsgálásával. Jelentem, a túsz átvizsgálása megtörtént, 10-26-os volt, és akkor kimennénk együtt, és akkor a szirénaszóra indulnánk vége. Rendben, egy pillanat türelmet kérnék szépen. Tovább, van-e kérdés, ki kitüldöz és hanyadik legyen a sorrendben? Nagyon jó, ezt el is várom, nagyon jó. Kérésem a következő. Amennyiben becsatlakoznak pirosak, avagy más szervezet, abban az esetben csak és kizárólag vég szükséglet esetén lövünk rájuk. Tegnapi nap folyamán se avatkoztak be, amelyik akciót én vezettem. Én reménykedem benne, hogy a maival se fognak. Mindenkinek nagyon szerencsés üldözést kívánok. Túsztárgyalónak üzenem, amennyiben készen állnak, jöhetnek ki. Miért illetve hozzátenném az előző monológhoz, abban az esetben lövünk, hogyha ők lőnek először, akkor kód 0 van elrendelve, mehet a visszatűz engedély nélkül. Egyrészt, másrészt pedig bocsánat, hogy itt még tartom a rádiót, keleti irányba, kaszinó felé legyünk majd óvatosak, mert valószínűleg ott lettek majd a vendégek. Nem biztos, de lehetséges. Vétel itt a túlszágyal, akkor kimegyünk, vége. Szedje a lábát. Kollégák, én fogom indítani az üldözést, amint a kollega beül hozzám. Jó? Mindenkinek sok sikert kívánok, és ha van rá mód, akkor legyünk óvatosan. Jó? Köszönöm szépen. Terepjáró valószínűleg nyugodt irányba fog elindulni, figyeljünk. Így van. Indítom akkor az üldözést. Ne jöjjön belém, kérem, figyeljen a távolságra.
Bizony, benéztük. Elvesztük. Merre ment? Tovább egyenesen. Az... Edem 2970, 10 beszorultam. A kevés autó fér át. Bejétel Alfa 99111 Jimnél mi is 10-40 esztőn behúztálnénk az egyik lakos. Az elkett a kiüldözés lett volna. Vittel John Martínez, Fötörzsörmester 10-8 erőt, egészséget. Ádi, húzom a kihajján, megyünk szörültötni. Az hogy van? Nézem már meg a táblát a tabletjén, nekem kell mindig elmondani. Vétel. Elvesztettük az üldözött szerepképjárművet. Dani, látjátok még? Most sem csodom, mert a hátsó bejárattal nem ment észak-kelet irányba. Szia, Gabesz. Elszálltak ők is csak. Jöjjük tovább bentek, hát én már leszarom, tehát nem fogok itt riportolni. Most nem tud játszani, ez az ő problémája. Ugye arra mentek rá, mint valószínűleg mi. Szóval ők lopték oda elénk. És én még ott fékeztem is. Miért van a sportautóval kontakt? Negatív sérült a gépjárművünk, nem tudtam utána menni. Ezt elvesztettük, akkor viszont visszamegyünk a bankhoz takarítani. Vételit az akcióparancsnok, megköszönöm. Akkor sehol nem tart üldözés, ugye? Pozitív. Rendben, ebben az esetben köszönöm szépen mindenkinek a munkáját. Szép munka volt, sajnos bajok voltak leleményesebbek. A szót visszaadom a szolgálatparancsnoknak, az ügyet lezárom. 14. Nézem el felvételét. Vétel, John Martínez főtörzsőmester, keresi Sheldon Joelt. Vételen hallgatom. Vétel, uram, itt vagyok a 99-es kapitányságon. Két napja a csomagtartójában maradt egy-két felszerelésem a Dodge autójában. Azt el tudjuk valamikor intézni a mai nap folyamán, vétel vége. Hogyne, amint vissza tudok jutni a 99-re, azonnal meg fogja kapni. 10-4-es uram, nem sürgős, de köszönöm, vétel vége. Érdeklődnék, hogy van-e valaki, akihez csatlakozhatnék járőrszolgálatra? Vétét a szolgálatparancsnok. Ha van három frissegységünk, akkor adjunk át egy kollégát a kollégának. Ha nincs, akkor pedig vegyük fel a kollégát. Egyetség menjen vissza, aztán vegye fel. Mikor azon 10-8, felveszem a karanyát. 10-4, köszönöm.
Elónikozzom. Elvileg is. Tudunk beszélni majd valamikor? Tudom, pozitív. Majd szólok, hogyha úgy lesz, hogy tudok bárhova is menni, jó? Üzenény. Kajak, tudunk valamit itt a Nolanás kapitányság garázsában lévő fehér tetejére állt Tahóra? Negatív. VTT Alpha 99111, a 5-ös banki ötlen ragaszt egy szöges drót, megvárjuk meg a nehéz gépkezelők, ide jönnek és el tudják innen takarítani. Köszönöm szépen, illetve szeretném kérni Lenártól, hogyha végezhetek, akkor a kiírást is légy szíves intézzétek el, köszönöm. Rendben. Na hát akkor elmegyünk, eszeljük otthon. Érzem, hogy a csodamehában nincsen nagyon szörölő. Hát uram, akárhogy keresem, pont ezt az egy kódot nem találom a szerelőbe menetet, minden más megtaláltam. Wolfandrás még szolgálatban van? Nem tudom, nézem és nem találom. Bizony velőtt. Itt lesz ilyenek, a tahója. Nézem már mög. A feje tetején. Garázsban 0-0. Jó, megvan. Rádiózom, hogy még a 99-es kapitányságra. Tessék? Rádiózom be, menjünk a 99-es kapitányságra. Rendben. Jó, rosszul láttam. Adams 99. 84. Inkor 0-0-40-10, nagyon 99-es kapitányság, felveszem a feljáratás. Mondta a fejt a zsömeztésvét rádigom. Köszönöm felbeszélni, hogy mire szaggat. Tényleg a gyövezős fog kapni ettől. Itt Adam 0040, 1098. Üljön már vissza, nincs ének olyan. Jó, van, ne kell várni. Alfa 99111, 10-45 csoda meha, 10-17, 18 céljából. Motikus minden, ember baj. Igen, kicsit itt megrazultak a kábelök. Hát nagy valaki hívód, vihet transzost. Jó, igen. Jó van. Na, elcsavoltam most már. Hát, hova? Most mondott, hogy egy két csipogót is kapott tőlünk, de ha senki, akkor megmondom neki, hogy nem kell. Tehát küldtünk, csak nem jött ki, mert én nem fogott már fél órát semmire, mert nem is válaszoltak semmit. 10-4, akkor megmondom neki. Csak kollégák, azért vegyük figyelembe, hogy nem csak nekünk van folyamatos riasztásunk mindenfelé. Pozitív, mert a csipogónál szerintem nem látják, hogy ki kérte, és nem tudják függvényből a kapcsolatot. De beleértem, hogy rendőrség kéri. Mi van? Csak ettől függetlenül...
Peter, itt a Soviet Punchnog. Egyedül van a VR transzosép demoszolgálatban, így legyünk türelemmel, ha így hívjuk. Kilépek a francba, így fog tovább szaggatni. Itt egy a szolgálatban sok. A fegyvervizsgáztatás az fél héttől lenne, de most legyen héttől nyolc, mivel csúsztunk. Tűzni. Csak kiteszem a felhívást. Csak jó ember, akit kedvelt a játékban, már nincs is a szerván, basszus, az most kezdődik tudatosodni. Vétel, itt Adam 0040, Burgershot 1026. Vétel Alfa 99111, T1999, járművet váltunk. Adam 9935, T1999, gépjárműváltás. Csak hát te 10-8. Előségek. Készek. Vétel, keresem Jack Carter. Rádió. Beszéljünk már egy pillanatot, majd a 99-en kérlek. Itt várlak a bokornál. Mi a fasz? Sietek. Mi a fasz? Hol lett a textúra? Hogy milyen fasz van itt? 99-111, 10-95 vártunk végre egy motoron a Kocka Park mellett. Jó, hát én feladom. 14, Adam 99-52, 10-19, a 99-es kapitányság vége. Adam 2-29, 10-19, 0-0-es kapitányság járművet váltunk. Ott valami nagyon nem jó azon a környéken. 14. Jó, hát tudom, hogy a zsömes lényedek lennék, uram, hogy esetleg ilyen egységre nem kapunk engedélyt. Vétel, itt Adam 0040, 10-19-99-es. 10-4, a szolgált parancsnok. Egy vezérkartól kérek engedélyt, célra egységet engedélyezni. Vétel. Mik lennének bönnök? Diszkrenetet kérek, elnézést tudom. Jebán, ki lenne még Sierra-ba önön kívül? Azt meg szorítsa le anyádat. Wolf András őrmesterre, elvileg ő már jelentkezett, vagy beadta a jelentkezését Sierra vizsgára, plusz amúgy is felelősséget vállalok érte. Jó, van, ma beszéltek értelmében, én öngödélyezem, a Renátónak nincs öngödése. Tíz, négy.
Védét a szolgálat parancsnok 11 tízet szeretnék kérni minden kint lévő egységtől. Védelét. Ja, mit kérte a szolgálat parancsnok? Sheldon Joel, jöhet a fegyverért kollega, aki az előbb keresett. 14, itt vagyunk a bejáratnál, uram. Rendben. Mit Adam 040 10 20 99-es kapitányság? Így itt a többi egység. Szerke 29, még vigyik kapitányságon. Karét, szólaljon már mög! Mondja! 99-es kapitányság. Jó van Karét, ezért nem nagyon nem lesz jó, ennyire nem figyel. Hát kézben egy tanulmányozom a tabletet. 10-20 főpublik, 10-26. 10-4, köszönöm. A rádiót figyelje, Kadét! Nem kell szegni. Rendben, benne, közben kell tanulmányozni. Jó, hát ezt meg kellett volna csinálni őstől. És már úgy kérjen szolgált bárni, ezeket tudja. 10-4. Egyszerűen válaszol, akkor... Ebbi jönni. Értem. És itt hol van a textúra? Mi a fasz? Szép napot, uram, mondja! Szép napot, segíthetünk valamiből? Nem. Te vagy az. Ki? Te. Én vagyok, és maga? Én vagyok. Ön maga? Én vagyok, ő ön maga? Én magamon kívül vagyok. Jó van, akkor minden rendben, kedves állampolgár. Nincs. Na, akkor miben segíthetünk? Tele van graffitivel a főpublik. Igen. Szúrja a szemem. Aha. Bár is megnézem. Hadd nagy, David Sullivan rádión van? Szerintem szolgálatban sincs. 14, rendben. Kövök, újjegább bejöntést kaptunk a főpublik telefon graffitivel. Kérek két egységet, aki megtisztítja. Szöreket túszom, 9 perc óra, és indulunk van nálunk dögivel. Vakgollas, az utcán átítatott rongy. Köszönöm, Jemel! Uram! Mondja. Visszadobna 0-0-ás kapitányságra, mert akkor elmennék tanulmányozni itt a kódokat. 99-100, kimegyünk a főpublikhoz biztosítani. Ahogy a szolgálatot, ezt akarja mondani? Igen, leadom, és akkor elmegyek tanulmányozni kódokat. Jó, van, várj egy pillanatot. Rádiózom, hogy hova megyünk? Ne. Gyereket 29, 1098 és 1045, akkor főpublik, betakarítjuk a mocskot. 14. Most rádiózza le, hova vagyunk és milyen célra. Rendben. Edem 99, 84,
10.45.00 kapitányság. Adam 99.35, 10.17. 14. Ez itt Adam 00.40, 10.98. Adam 9, Alpha 99.111, 10.11.95-öt hajtunk végre egy sedexes képjelművön. 14. Kell erősítés? Negatív, ez külföldi. 14. Jó, a tőlemét kell mondani, hogy a szolgálatot. Tudom, tudom. Jó, és rakja le a fejvőzetét a raktárba. Ne legyen önnél sömmő, hogyha szolgálatok kívül van. Rendben, további jó szolgálatot, uram. Köszönöm. Viszlát. Vétel, itt Nikolson, Danny volt vezetőségi személy, vagy bárki, ilyen üzletvezető, vagy hasonló a gymben? Pozitív, éppen azért kerestem Sullivant, mivel a egyik vezetője akar vele beszélni. Valamiről, nem tudom miről. Disney. Vétel, 99.52-es egység. Egyetlen egy matricát látunk a főpublikban. Vétel, trenálható. Egy zászlós vagy azt felejtő kollégát megkérjük, akkor menjen a 00-ra fegyverengedélyt kiállítani. Adam 35, fogadja a hívást. Nikolson, ahogy kérted, szólok, fegyvervizsgáztatni fogok. Üzenj. Lakatos Soba 10-10, leadja a szolgálatot. Jó pihenést. Jó pihenést. Jó pihenést. Merre. Itt elhitetem 00-40, 10-19, 00-as kapitányság vétel vége. Vingo 9-9-81, 10-19, 99-es kapitányság. 10-4. Fölbasszaszom, nem tudom miért nincs. Aztán majd 9-kor visszatérünk, azt toljuk a... Regiornátot. Megvacsizok. Jess Mateo 10-10. Pihenést. Jó pihenést. Vétel, nem a 3-19-10-19 normális kapitányság vétel végén. Nem, fáradt is vagyok, kedvem sincs játszani. Inkább lerakom ilyet, még valakit elködök a halfaszába. Horváth Kevin, 10-10, további szép eszmény kollégák. Te kollégának belesett a rádiója valamelyik kútba? Hogy mi történt? Valami gyorsan csináljon. Na mondja most. Horváth Kevin, 10-10, leadom a szolgálatot. Jó pihenést. Jó pihenést. Sobri József 10-10. Jó pihenést. Jó pihenést. Jó, srácok. Védünk be valakit, aztán... egyszerűen nekem abszolút nincs kedvem. De olyan, nem tudom. Nem élem. Van ilyen. Másfélek majd este 9-kor gyertek Smoghoz, a Smogot berédelem. Tényleg. És ott fogjuk tóni a Regiornatot. Aztán... legyetek ott, szerintem kurva jó lesz. 12-en fogjuk tolni. Teszteljük a több funkciós cuccmákokat. Aztán meglátjuk, hogyan tovább. Meg merre, meg mi, meg hogy. Mi az fog, nem? Tehát nekem azt írta, hogy streamel. Mondom, hogy streamel. Miért nem mutatja ez a szar?
Jó van, srácok. Akkor irány Smogihoz, legyetek jók, igyatok sok mosott gyümölcslevet, mosatlan. Igyatok ezeket a paplan fölé, igyatok vizet is bőven, mert nagyon meleg van, vagy az M1-je mondták alkot. Hello, hello. Sziasztok. Megfőni eljöttünk a két rumpot töltöttük. Márti, nagyon szépen!